Na sziasztok, fülkös lányok! Én Bitribu vagyok, és amire azért, ez a Penumbra Overture nevezető játék teljesen magyarul, magyar szinkronnal is ellátva. Úgyhogy erre nagyon kíváncsi leszek, nagyon régóta mondtátok, hogy játszom ki, illetve foglalkozok ezzel a játékkal, és ugye az Amnézia környékén mondtátok nekem még annó 2012-ben, hogy kezdjük bele. Hát én úgy vagyok vele, hogy most jött el ennek az ideje, hogy ezzel a játékkal is foglalkozzak. Na most, amit erről a játékról tudni kell, hogy egy elképesztően beteg sztorival rendelkező kis játék, úgyhogy aki hogy is mondjam, egy kicsit hajlamosabb arra, hogy nagyon komolyan vegye a dolgokat, az ne nézze ezt a dolgot, úgyhogy eléggé masszívan egy depressziós kis környezetben lesz részünk, de egy biztos, hogy felejthetetlen élményekben lesz részünk ennek a játéknak a kijátszása során, hiszen nem véletlen van az, hogy egy jó pár YouTube-os, illetve egy jó pár díjat nyert ez a játék, mert hát durva, elég durva. Na, úgyhogy én úgy vagyok, hogy csobbanjunk is be a játékba, új játék, na nézzük, könnyű, azonok, akiknek nincs érzékük az akciójátékokhoz, az akciójáték, értem, normál, ajánlott megfelelő a legtöbb játékosnak, azonok, akik a kihívásra vágynak. Hát én a kihívásra vágyok, de nem szeretnék nagyon extrán bénázni, mert hát annyira még ezt nem ismerem, igaz az amnéziát, igen, ez meg az amnézia elődje, szóval maradjunk egy sima, egyszerű, normálnál, szerintem teljesen jó. A történet 2000 februárjában kezdődött. Tehát tudjuk, hogy egy 14 évvel ezelőtti eseményről van szó. Ebben az allegóriában nem fogom elkövetni a szabám hibáját. Howard még azelőtt tűnt el anyám életéből, hogy megszülettem volna. Néhány nappal édesanyám temetése után levelet kaptam tőle, ekkor hallottam róla először. Kár, hogy akkorra már ő is halott volt. A levelek küldözgetése a túlvilágról nálunk családi hagyaték. A levélben volt egy kulcs, útmutatás és bocsánatkérések. Tudtam, hogy egy halottnak már nem számít a feloldozás, ezért inkább foglalkoztatott az eltávozása, amiről meglepő módon tudta, hogy bármikor bekövetkezhet. Ugye mondtam, hogy depis. A magyarázatoktól helyette egy számomra ismeretlen Mayferi bankhoz irányított. Itt volt egy széf az ő nevén, aminek én voltam az örököse. Tudta, hogy el fogok menni érte. Kiderült, hogy a tények ellenére hivatalosan már közel 30 éve halottnak minősítették. Következésként a könyv és a jegyzetek, amiket találtam a törvény szemében, végig az én tulajdonomat képezték. Édesapám úgy rendelkezett, hogy kérdés nélkül égessem el a dokumentumokat. Hibázott. Minden ember beleeshet a kíváncsiság csapdájába, és az emberi mi voltom bizonyult erősebbnek. Tehát megnéztük közösen. Hála az égnek. Egy egyetemen tanítottam, ami két dologról volt világhírű, a fizikai és a nyelvészeti oktatásról. Én az előbbit testesítettem meg, aki pedig az utóbbiban jeleskedett, megrökönyödött az új szerzeményeimen. A könyv olvashatatlan volt, viszont a jegyzetekben utalások voltak egy helyre valahol Észak-Grönland lakatlan vidékén. Egy éven betelt, hogy elinduljak életem utolsó repülőútjára. Figyeltem, ahogy a Heathrow repülőtértől távolodva a civilizáció homályba vész. Ott voltam. Ráébredtem, hogy apám szinte napra pontosan 3 évtizedet ünt el, és most rajtam a sor, hogy számot vessek, hogy mit hagyok hátra. Egy néhány méter széles leszállópályán landoltunk a jégre. Perceken belül már egy bérelt hajón ültem, és megkezdtem a 12 órás utat, ami a múltamhoz vezetett. Szerintem ez egy nem gyenge kis felvezetés volt. Nem de? Na. Hoppa, ott egy kis Jack Daniels! Teljesen korrekt, az. És tényleg az. Na. Na. Oké. Okay. Aha, ugyanaz, mint az amnéziában, teljesen. Hoppá! Ügyes voltam. Aha, azt ki kéne nyitnom. Itt a kulcsom. De várjál már. Kulcsocska. Ó, ja, hogy itt így működik. Jól van. Oké, okay, G betűvel előveszem. Ott az elem. Teljesen korrekt. Jól van. Azt ott várjál, meg kéne néznem, mi az. Drága Erik. Oké, okay, ez... Oké, okay, majd megnézzük ezeket később. Ha olyan szükséges dolog. Szerintem kb. Ennyi volt, nem? Jó, akkor...
Oksi, teljesen korrekt. Várjál, itt a fiókban hát, ha van valami olyan, ami... Hoppá, itt az elemlámpa. Jó. Aha, teljesen korrekt. Tudjuk már, hogy is működik? Hála az égnek. Na. Ott mik vannak? Egy jó kis vödör. Teljesen jó. Hát az biztos, a csöcs meg a bimbó az nem változik. Teljesen korrekt. Szerintem igazából kipucoltam ezt a helyet. Ja, így is van. Mondtam én, hogy kipucoltam ezt a helyet. Jó, hát akkor keresünk valami helyet. Na de várjál. Ez mind szép és jó. Őhű. Dot hely. Dot helyek. Várjál már. Várjál, menedékeket találni. Ó, meg is van a kis menedékem. Szuper. Hoppá, de az a hó az nem jó ott. De várjál, nincsen valami ízém. Nincs. És ezt hogy fogom én eltüntetni olyan, ahol? Jó, de mivel töröm be a jeget? Ez teljesen jó. Várjál. Valamit kell akkor találni. Annak érdekében, hogy... Ó, de jó, datkő. Várj, itt is el tudom dobni? Ugyanúgy el tudom dobni, hála az égnek, jól van. Hallod, teljesen nagyon édesen van valami atomkemény felvezetésnek. Ó, erről van szó. Na várjál, tekerő, tekerő János. Az teljesen korrekt. Nagyon kemény, szerintem ilyen... Na? Hova lyukadtunk ki? Ezt halljátok? Hát ez egy nagyon masszívan jó kérdés. Hogy mi ez a hely? Van egy fém rudam. És mi ez a hátborzongató zene? Azt a nem nyúlját, hallod? Várjál. Aha! Epic jó, hogy ilyen jó a szemem. Na várjál. Mert akkor anyádat. Na várj, akkor tuti biztos, hogy ezt nem tudom kinyitni, igaz? Ja, jó van. Biztos van valami... Akkor ezt jól ráéreztem. Aha, várj, ezt ide be tudom rakni? Ó, be tudom ide rakni, hallod? És ezt, hogy tudom ezt ütni? Vagy ez mi? Várj, akkor kettessel. Várj, egyes, de akkor... Ja, hogy ezért úgy kell ütni, hogy nyomva tartod, és akkor így ütögetsz. Aha. Azt hittem már soha nem fog letörni, hallod? Mi az anyád, bazeg, van féregjuk. Mi a szent szar ez? Ez mi? És mi mozog itt? Halljátok ti is? Mi az anyád voltál te? Vagy ez mi volt? Aha. Teljesen korrekt. Várjál, de nem tudok visszamenni, nem. Mi az anyád izé dobogott ott lent, hallod? Azért ezt a kezembe tartom, nem tudom, hogy ez... mennyire merésze vagy sem, de... Na, várjál. Ugyanitt vagyok. Ja. Akkor nem szóltam, akkor ezt kéne kinyitni. Oké, akkor a kettes... Nem?
Jó, akkor vigyelj, hogyha ezeket ráteszem, nem fog ettől leszakadni. Azért, hogy ez legalább ilyen, ilyen logikai játék is, szóval ilyen talált ki, hogy most mi van. Ide pedig beteszem ezt a kettest. Opa! Ja, ettől nyílt ki. Ja, csak az a baj, hogy most meg ezek szóra ilyen vannak, várjál! Visszacsukom. Ja, azt hittem, hogy a hordókkal mondom, ki fogom nyitni én. Én ki fogom nyitni, nem. Turbót ne, ki fogod nyitni. Na várjál, figyelj. Aha. Aha. Dach labirintus. Aha. Tetszett a szöveg. Na várj, én ott vagyok. Nekem hova kéne most mennem? Na várj, raktár, műhely, robbanó szerek, északi terület, iroda. Az irodába menjünk el, azt szerintem egy jó helynek tűnik. Vagy nem? Vagy én most totál hülye vagyok? Vagy most mi van? És mi az anyádért néz ki ez így? Ez vér? Ja nem, csak egy izé üveg. Na nézzük, menjünk be az irodába, hát ha találunk valami jó dolgot. Na. Ez mi? Ok. Na várjál. Ó, várjál. Van egy kulcsom. Teljesen korrekt. Mindent nyitogassak ki szerintetek, vagy elég lesz csak annyit, amennyit úgy nagyjából látok. Itt van megint egy ilyen fényrúd, teljesen jó, aha. Aha, jó. Akkor már megvan, hogy robbanószert kell gyártanom. De várjál már, ez... hát ő. Ok, simok. Simok! Ja, csak egy kutya! Jó, hát az nem érdekel. Ott a kutya, figyelj. De várj, mert nincs lába, vagy mi van? Aha. Jó. Már jön a köcsög állatja. De várj, nekem van fegyverem. Ez én elmétek agyon tudom verni, nem? Maybe. Várj, na akkor haladjunk erre. Műhely. Teljesen korrekt. Aha. Várj, ez a műhely. Várj, ezt szét kéne ütnöm, nem? Na. Ahó. Miért érzem, hogy a kutya itt van mögöttem, és a pofáma fog ugrani, mint egy rohadt izé ősember? Hát nem jött össze ez az ajtókinyitás. Nem baj. Haladjunk tovább. Teljesen jó lesz. Vajon merre vagy, kiskutyus? Kutyuli? Merre voltál valahol? Várjál már, nem vagyok benne teljes mértékben biztos, de... Azt hiszem eltévedtem. Nem, innen jöttem. Innen jöttem, ja itt lesz balra az iroda. És hol a kutya? Hol az anyádban vannak ezek a hangok? Nem bírom az ilyen hangokat. Ú, anyám. Hallod, egy deka fény nincs. Raktár. Teljesen korrekt. Teljesen korrekt. Raktár.
Hú, basszus, de nyomasztó hangulata van ennek. Ez itt valaki, nem? Halló? Halló? Itt a csukád. Halló? Várjál már, csuka, engedj be. Na várjál, ez teljesen jó, mert minden. Aha. És miért, recskázik, vagy mi ez a hang? Na várjál. Azért előveszem a fejszét, ki tudja, hogy én, mit akar ez a hülye nyomajás. Na várjál, ez itt azt hiszem, hogyha jól emlékszem, akkor az itt a mentési pont, szóval azért ezt itt lenyomogatom, mert nem egy hátrány. Na várjál, figyelj nekem, de valahogy be kéne mennem a csávókához, nem? Ezekre a kövek tuti szükségem lesz, úgyhogy ezeket már most kiveszem. Vagy nem lesz rá szükségem! Jó, bár mondjuk lehet, hogy a túloldalt ezt ütögetnem kell itt valamit vele, nem? Nem. Basszus, hogy rátöpintök mindig a lényegre? Na várjál! Aha. Nem, akkor várjál, most kell rá ütögetnem, vagy mi? Nem. És mi az anyám, amit a fülembe üvölt? Remélem nem ilyen jumpscare-es szar lesz, mert akkor kb. Agyér úgy görcsöt kapok. Meg remélem, hogy pók se lesz. Ah! Jó, oké. Okay. Hát van pók. Aha, ezt tuti vinnem kell magammal, jó. Szerintem akkor így fogok ahhoz a sarokba beszélő emberkéhez felmászni, vagy nem? Vagy most mi van? Vagy anyádért gőzölöksz itt a szar? Mi az ott? Hallod? Hú. Úgy érzem, hogy meg a nagy pók lesz. Nem baj. Én majd elverem a lyukát. Ok, jó. Várjál, most jelen pillanatban le vagyok taglózva. Mocskos régi zsákok. Hát az király, nekem egy nagy szorkupasznak tűnt az egész. Na várjál, figyelj. Oda a gáz felé kell menni, ebben biztos vagyok, hogy... Hoppá. Várj, itt van valami. Majd ezeket a jegyzeteket elolvasom, de ez itt micsoda? Hoppá. Tojáshéj darabok. Mi az anyádnak volt itt tojáshéja? Hey, ez mi volt? Ja, a gőz az izé. Támad. Várjál! Meghaltam. De mitől? A gőztől? Vagy ez most mi volt? Aha, a gőz. Az öl meg, jó. Oké, akkor a gőzt ezt valahogy ki kell hagynom. Viszont a létra, az biztos vagyok benne, hogy az egy olyan dolog, amit nekem vinnem kell magamon, mert ez nagyon nem véletlen van itt. Na várjál. Akkor haladjunk. Így, teljesen jó lesz, megyünk, mint a kéményseprők, hallod? Nem erre, ez egy rossz irány. Hoppá, de Istenem, hogy ez 3/10 másodperc alatt pofám ver. Na várj, akkor most nem használom azért. Nem jövök ide a létrával, hát hogyha ez gyorsabban meg tudom oldani anélkül. Ez jóféle, tetszett. Aha. Jól van. Ezzel meg is voltunk. Nagyon király. Aha. Oké, és ezt mivel fogom leverni? Ne szivassál már. Na ne szivass. Ide hogy jutok be?
De várjál, van kalapácsom. Nem jó, de, ó, jó van. Még egy kis elem. Tényleg az elem, az fogy. Jó. Öngyújtógáz, az kell nekem. Olyan sokat bagózok. Ennyi, ennyi volt. Teljesen korrekt. És most már akkor gondolom nem lesz itt gőz, de... De jó van, oké, nem probléma. Hogy merre is kéne mennem, gyerekek? Azt én már teljesen nem tudom, totálisan nem tudom. Várjál, akkor itt erre van a... Erre van az Epic End. Igen, csak ez a létre, akkor nem kellett nekem semmire? Úgy látszik, nem. Pedig simán azt hittem. Az korrekt! Jó, de a létrajzéhez kell a kiutáshoz. Aha. De várjál, az mi... Hoppá. Hoppá. Némi vér került a padlóra. Várj, egy kulcs. Egy levél, ami most nem érdekel. Egy lámpás, egy ceruza. Meg egy sajt. Na várjál, oké, az itt ki... De mi az anyád volt itt? Hallod? Ide... Üsd már le! Vagy nem tudom, ez ilyen esélytelenségű van már, ahol tögetem? Vagy ez hogy működik most? Én nem tudom. Aha, ez cső. Az teljesen korrekt, már kajánk is van. És ide, ide mi az anyád ment be? Hát ez a vajon mik aparta ki ezt a járatot, ez engem is masszívan érdekel. De várja már! Itt vagyok. Itt meg volt minden, akkor most mehetünk tovább. Hú gyerekek, ez azért tömény. Itt megjön a kutya. Itt megjön a kutya. Aha, oké. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ez egy rendkívül depressziós játék, én nem akarok ezzel nagyon foglalkozni. És meg is mondom, hogy miért. Mert ez nem horror vagy valami, hanem ez ilyen depresszió tömeg. Ez tényleg az. És most mondjátok, hogy nincs igazam. Ez egy tömény depresszió. Legalábbis ez az Overture verzió, mert három verziója van ennek a játéknak. Nem tudom, melyikre gondoltatok pontosan, hogy amikor foglalkozzak ezzel, ezt találtam fönt az interneten, hogy ezt próbálgassam ki. Hát ennek az Atalogy-nak volt az első verziója, ezzel hát gondoltam, hogy erre gondoltok, de én nem tudom, ez egy rendkívül depressziós játéknak tűnik, de szóljatok, hogyha nem erre gondoltok, mert akkor javítom a problémámat. Ez elég furcsa. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ettől függetlenül remélem, hogy közösen tudtunk egy kicsit depizni, vagy nem tudom, mi a szar volt ez. Én Turbo voltam, egyetek jók, sziasztok!